Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt látható a nyilvánosság. Ő megjelenik a nyilvánosságon. Elvárja azt, hogy mások észrevegyék őt, megkapja az elismerést. Itt a fa lehet egy szép környezet, ugyanúgy, mint a park. Lehet, hogy tervez egy kirándulást. Amit a fa még jelent, hogy szeretné elérni a céljait, ahol ő úgy érzi, hogy igen, itt le tudok gyökerezni. De az is fontos számára, hogy mások észrevegyék őt a nyilvánosságon. A fa jelenthet egészségügyi témákat is, és akkor a park például egy kúr helyet, ahol ki tudja pihenni magát, ahol megvan a gyógyulás. És hogyan érzi magát? Itt látható a kutya, ez jelentett házi állatokat is, vagy szimbolizálja a baráti kört, és itt az ismerőseinél lesznek változások, hiszen a gólyák jelentik a változásokat. Ez lehet egy költözködés is. Valami változik a környezetében. És mit fog tenni? A kasza azt jelenti, hogy ő valamit lezár, például a barátságokat. Nem mindegyiket, de egy-két baráttól elbúcsúzik. Amit a kasza még jelenthet, hogy olyan események történnek, ami olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá. Az is lehet, hogy azt tervezi, hogy összefussatok a nyilvánosságon, amikor nem is számítasz erre a találkozásra. És a nap jelenti a vonzalmat kettőtök között. És mi fűz össze benneteket? Az utak. A sors utatok kereszteződik, lesz egy találkozás. A nap azt is jelenti, hogy ő látni akar téged. Az utak jelentik a változásokat is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És a gólyák szintén ezekre a döntésekre, ezekre a változásokra utalnak. Ez lehet egy költözködés is, vagy egy terv, egy közös életút tervezése. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!